Sziasztok, kedves hallgatók is nézők! Újra ö, belevágunk egy adás felvételébe. Ezúttal Zalai Gábor van itt személyesen a stúdióban. Sziasztok! Valamint Zsák Péter, de ő csak online, pontosabban a telefonom segítségével, mert ezt a fránya facetime-ot nem nagyon sikerült rábírni arra, hogy tartósan Bluetooth-on tudja a hangot, képet átküldeni a roadcasternek, tehát a keverőnknek, ezért sima Sziasztok. online kapcsolaton keresztül vagyunk itt. Szia, Peti! Kőkorszak, kőkorszak. Vissza a kőkorszakba, szépen. itt, itt ilyen, ilyen mobile broadbanden keresztül történik a kommunikáció. No, van pár apropója ennek az adásnak. Ez ugye megint egy híres adás, ezt beszéltük, hogy nagyon híres lesz, ugye híres neves okos otthonlaborról szól, nem. Ez hírekről fog szólni ez az adás, és annak ellenére, hogy most ment ki egy, ö, egy hírek újdonságok adás nemrég, maradt némi dolog a csőben, ezt egyébként az adás végén is érezhettétek, mert ott Zanai Gábornak idő előtt kellett távoznia, vagy hát nem idő előtt, őnek időbe kellett távoznia, de, de, volt egy olyan hír, amit ott nem dolgoztunk fel, és ugyan megbeszéltük, hogy a Homi Pro hírt kellene feldolgozni először, pontosabban nem a Homi Pro-t, hanem az Atom felvásárlást, az Atom podcastot, egyebeket, de inkább most itt online, on the fly változtatok, és beszéljük át ezt a Homelink Aquara Samsung ABB konstellációt. Gábornak korábban átküldtem ezeket a dolgokat, Peti Bocsi neked nem, de, de te is biztos vagyok benne, hogy hozzá fogsz tudni szólni. Uh -huh. uh, és át is adnám a szót neked, vagy én vezessem föl, Gábor. Vezess mondj nyugodtan. Jó. Uh, Megütötte a szememet egy hír, valamikor egy-két hete, amikor is azt olvastam, hogy a Samsung az komoly energiákat fordít arra, ez egy közlemény volt, ez egy Samsung hivatalos közlemény volt, ami elért hozzám, hogy komoly energiákat fordít arra, hogy okos házi megoldásokat nyújtson. És akkor ezt felkaptam a fejemet, hogy hopp, akkor smartings vagy ez hogy van, vagy nem, és akkor elkezdtem mélyebben olvasni a cikket, és kiderült, hogy valójában nem, nem a SmartThingsnek ehhez nem sok köze van, sőt, talán nincs is köze, Inkább arról van szó, hogy egyrészt van egy Samsung nevű ö, ö, épületfejlesztő részleg. Tehát akik rendesen társasházakat építenek Kóreában, ugye nem Európa, meg nem Amerika, amiről szó van, de mégis a hír nagyon érdekes, mert ugye ezek a dolgok egyszer csak majd begyűrűznek hozzánk, sőt, Gáboréknál már bent is van. Tehát ez a társasház, okos társaságfejlesztés, ez egyfajta példát jelenthet itthon is Európában, hogy hogy csinálják Kóreában, és vice versa. Na most az érdekessége az az volt, hogy amit eddig még nem láttunk, hogy ebben a dologban, hogy Samsung nagyon erősen felütötte a fejét az akara. És az akvara, a akara mellett ugye jött egy új nevű applikáció, vagy szolgáltatás, ez a Homenik, Homenik, úgy írják, hogy Home-E-N-I-Q, tehát így kell érteni, hogy Homenik és nagyon hajaz a Samsung megoldása a metrodoméra tulajdonképpen, mert, mert igazániból nem csak egy ilyen okos otthon az nagyházban koncepció, és egy ilyen több otthont egy épületben akarunk összehozni, és akkor vannak közösségi funkciók is, és egyébként természetesen privát, saját funkciók lakásonként, hanem szolgáltatásokat is be akarnak hozni, és ebben elég sok minden volt. Talán hát olyan, Kicsit olyan, nem akarok negatívnak tűnni, de kicsit ilyen ez a, ez a kínai-kóreai vonal, amikor mindent is, tehát amikor a nagyon-nagyon sok minden, ami európai szemmel kicsit már soknak tűnhet, amikor nem tudom, ventilátor van a, beleintegrálva az okosizzóba, az, az náluk tök normális, hogy nagyon sok funkciót összehoznak, és, és itt is kicsit ezt éreztem, hogy nagyon-nagyon sok ilyen életvitelszerű funkciót akarnak beültetni, de hát ez egyébként nem áll távol tőletek se, nem Gábor? Hát másképp közelítjük meg a kérdést, mint a, a Samsung, aki ugye a méretéből fakadóan, meg a az ázsiaiságából fakadóan azért tényleg nagyon nagyot akar markolni. Tehát, hogy ő, itt szóba jött a homnik kapcsán a, a Metaverse, a metaverzum. um eh, hogy be tud rendezni a lakásodat egy virtuális térben, meg a, ugye a Samsung eh, fali képe, az a fali kijelző, ami fali képként hogy azt tudod állítani az alkalmazásból, meg online plázát emlegettek, hogy bevásárolni tudja, mi ez külön. És ugye ezt az okos otthonokból. lesz. És ez mind a homnik abból, igen, illetve egészségügyi szolgáltatásokat emlegettek. Tehát, hogy egy nagyon nagy Nagyon szolgáltatás, szolgáltatás, ilyen szolgáltatás ilyen nagyon, drágamerítés. nagyon sok minden van. Ö, igen, amiket itt igazából nincs leírva, de van egy-két ilyen képernyő kép, amiben éneket látunk, hogy a, a, költéseinket tudjuk nyomon követni valahogy, meg a megtakarításainkat is. Tehát, na erre utaltam én ezzel, hogy ezzel a kicsit túl sok mindent akarunk beleszuszakolni valamibe, ami egy, ami csak egy okos otthon. Tehát ez önmagában egy elég komplex dolog, de, de mégis itt azért ezen túlmutatnak. Igen, de azért ez az általában a, az ázsiai korai cégekre jellemző, hogy hogy nagyon nagyot mondanak az elején, nagyon bőven indulnak, aztán szépen letisztulnak a funkciók, és, és a tényleg hasznosak maradnak. Igen. Itt ilyeneket látni még, hogy petker, tehát ugye az állatoknak a nem is tudom, gondolom, ilyen, ilyen állat ö, kozmetikust, meg gyógyászt lehet hívni, meg értelemszerűen etetni, és akkor az etetéssel gondolom, ezek majd össze fognak kapcsolódni, hogy mennyit etették az állatot, mivel etették, tehát Ilyen óriás big data-nak tűnik ez a történet nekem. Megtámogatva Tekorítás, a AI-jal természetesen. Az, az, az nagyon sokszor feltűnik, az AI, ez egyértelmű. Elsősorban a lakásmenedzsment kapcsán egyébként, ami jó dolog. Aha, na. Tehát, hogy vé, végre egy működő megoldás, vagy reméljük, hogy végre lesz egy működő megoldás. Nálatok ez, ez, ez milyen készültségi szinten és milyen tervekkel van jelenleg itt a metrodom beruházásokra gondolok? Az ai Hát akár az AI, akár ez a, ez a szolgáltatásoknak a bevonása a, a, az otthonokba. A szolgáltatások bevonása az abszolút. Tehát hogy ugye Maga a társasházi szolgáltatásokat, azokat kezeljük, és az abban a lakáshoz tartozó abban lehet foglalni a, a közös helységeket, a, a társasházi szolgáltatásokat, illetve a, a rendszer gyártója, ugye a kameleon dolgozik azon is, hogy bevonja a különböző szolgáltatókat majd akik például az épületben vagy az épület közelében vannak, fodrászhoz lehet majd időpontot foglalni, hogyha ha eljutnak odáig, uh -huh. rendelni lehet az appon belül a, a helyben lévő szolgáltatóktól. Sőt, kifizetni is. Ez is egy igen, tulajdonképpen igen, egy szolgáltatása igen. az appnak, hogy fizetési szolgáltatóként is funkcionál. Tehát közös költség és fodrász számla is lehet tulajdonképpen ugyanazon az appon keresztül kifizetve. Amennyiben persze az a fodrász az ugye abban a Lakóközegben szolgáltat. Így van, így van. Igen, de egyébként ez nem, hogy mondjam, én ugye nem társasházban lakok, de el tudnék képzelni egy olyan, ugye tudják a hallgatók szerintem, sokan, hogy halászták kell lakok, el tudnék képzelni egy olyan apot, ahol nem is tudom, takarítót lehetne rendelni, kertészt, nem tudom, mit, és ezt nem ilyen offline módszerekkel kéne kikutatni, és aztán nem is tudom megrendelni, hanem akár ezt úgy is csinálni, hogy hogy vannak többen több szolgáltató, akik nem tudom, öt csillagos értékelések a, különböző, a környező utcákban, és akkor lényegében nem is kell egyhez ragaszkodni, hanem, hanem ezek működhetnének együtt, és nem kéne sokat várni arra a szolgáltatásra. Cserébe ugyanígy tele lehetne foglalni az időpontjaikat a több szolgáltatónak is. Tehát... Erre azért látok lehetőséget, hogy ennek tényleg lenne jövője, vagy, vagy, vagy van-erre fogadó készség majd, hogyha felépülnek ezek a szolgáltatások? Abszolút, hát hogyha ha megnézed a, a helyi Facebook csoportokat, ugye én arra látok rá, hol én lakok, uh -huh. de azt gondolom, hogy ez mindenhol máshol is így van, hogy a, ott a témáknak mondjuk a, a túlnyomó többség az a, egyrészt a helyi problémák kibeszélése, a másik pedig, hogy ki tud helyben megbízható. Uh -huh. mosogatógépszerelőt, szerelőt, klímaszerelőt, villanyszerelőt, igen. kertészt. Bármit, valaki, amit kell igen, tartani. Igen. És ott ajánlanak egymásnak az emberek az autó, autó vezető, oktatótól kezdve mindenféle téma fölmerül, és, és ajánlják az emberek az általuk preferált szakembert, akiben megbíznak. Igen, és volt ilyen, van ilyen, hogy jó szaki, meg nem tudom, vannak ilyen kezdeményezések, de valahogy kicsit olyan, olyan kicsit olyan 20. századiaknak. Tehát, hogy ugye úgy weboldal kategóriás, és akkor keresni kell, és akkor. Mert a, a, a aranyoldalak szerűen próbálnak működni, ezt pedig Igen. pont az ellenkező irányból kéne megfogni, ezt településként kéne elindulni, hogy azt mondjuk, hogy halásztelek, és nézzük meg, hogy ki az, aki ott van. pontosan? Ki, ki az, akiket használ a helyi lakosság, és ki az, akiket ajánl a helyi lakosság, Igen. és nem pedig a szakikat kéne meg, megkeresni, hogy hirdessenek halásztelken. Pontosan, Pont meg kéne, kéne Kicsit a voltot tudnám így példának felhozni. Tehát az tök jó, bárhol felcsapod a volt alkalmazást, abban a pillanatban a környező éttermeket hozza, lehet rétingelni, tehát hogy, hogy sokkal az a fajta felhasználói élmény, amit a volt ad, na azt kéne ebbe az iparba behozni. Abszolút. Na jó, Hominik erről, vagy a Hominikról ennyit, majd, hogyha jönnek még hírek, hogy ők merre jutottak el. É, azt azért mondjuk el hozzá, hogy. Na. Ugye ez a Samsung kezdeményezés, most az volt a -e, életsz kb. egy, ja, egy évvel ezelőtti kezdeményezés, ez hogy ők most összeborultak Én. az akarával, uh -huh. most jelentették be, hogy, hogy az Akara eszközöket integrálják. Ugye eleve az egész Homnik alkalmazás, illetve az egész ökoszisztéma, az a matter épül. Uh -huh. Az volt a cél eredetileg is, amikor bejelentették, hogy mindenféle eszközt ők integrálni tudjanak, ami a, az otthonokban megtalálható okos eszköz, azt ők integrálni szeretnék, plusz mellé pakolják ezeket a társasházi szolgáltatásokat, illetve környéki szolgáltatásokat, és most bejelentették, hogy akar eszközökkel fognak dolgozni, amik szintén Matter-kompatibilisek lesznek. Mm, bizony. Illetve még egy pár hónapja, Összebútoroztak az ABB-vel is, az ABB-nek az Igen. okos otthon és épület automatizálási osztályával vagy, vagy divíziójával. Annyira, hogy bejelentették azt is, hogy a lakók, akik ABB termékeket használnak a Homnik, tehát akiknek a lakásában ABB termékek vannak, azok eldönthetik akár, hogy a Homnik alkalmazást használják, vagy az ABB-nek a Friat Home alkalmazását, vagy akár ABB fali panelről kezelhetik a. A dolgaikat, tehát, hogy teljesen integrálják ezt a két rendszert. Uh -huh. És ne felejtsük el, hogy az ABB megvette az ívet, ugye? Tehát, hogy a, az ív, mint az egyik legnagyobb Apple-kiszolgáló, vagy nem is tudom, udvari mindenes, vagy nem tudom, minek hívjam. Akik kit. ugye rengeteg. Igen. Igen így van. Így van. Tehát ha az alap ABB, ez az ABB Free at Home rendszere van az ABB-nek, annyira nem ismerős, de az ív azért az rengeteg mindenkinek ismerős, meg hát aki KNX-es rendszert használ, ugye az is, tehát hogy nyilván az ABB-nek az egyik célja, hogy exportálja a saját megoldásait KNX-től kezdve egészen az ívig mindent, és ez mert hogy ez azért a, a kínai-koreai irányban azért főleg a KNX irányvonal azért egy misztikum még, úgyhogy segítség nekik. Igen, meg ne felejtsük el, hogy a, az ív is úttörője a szeredes eszközöknek, tehát van, vannak ugye teszt alatt is jó pár, meg nekem nagyon tetszik, például most van be, ki bejött ez a vagy kijött, ez a vízszivárgás érzékelőjük, ami tök jó elven működik, tehát nem úgy működik, hogy van egy szondám, és ahová leteszem a szondát, ott méri a vizet, hanem van egy vezeték, ami kilóga, ami ugye egy, két, egy, 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 nem, két méter vezetéket adnak hozzá, és azt a vezetéket te ahol lefekteted, bárhol víz éri a vezetéket, az ott, 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 fog, ott fogja lényegében érzékelni a vizet. Tehát az egész konyhát körbe lehet vezetékelni kb. Mert hogy van hozzá hosszabbító kábel. Tehát egy ilyen jackdugós megoldással kvázi ki lehet, ki lehet terjeszteni, nem tudom, akár 10 méterig azt hiszem, ezt az érzékelési kört, és aki telepített már vízérzékelőt, az tudja nagyon, hogy a legnagyobb kérdés az mindig az, hogy merre lejt a, a csempe. Mert én le, letehetem, de elfogázni a ház, és oda még nem jut el a víz, hanem arra lejt a csempe, ahova én letettem. Tehát lehet, hogy berakom a mosogató alá, de a mosogató alól pont mondjuk elindul a konyha másik felé, és nem ott fog érzékelődni a dolog. Tehát ez egy nagyon ügyes húzás az ívtől. De visszatérve ehhez a homnikes szamszungos Samsungos történethez, az akara is ugye a trendnek egyik úttörője, Másrészt, ami még nekem ö, emlékezetes volt a bejelentésben, hogy az akvarát mint ö, megfizethető, jó minőségű, kiegészítő gyártóként ö, ö, hozták föl ebben a, a cikkben, ami ugye nekem azt jelenti, hogy ö, valószínűleg zigbee eszközökre is fognak támaszkodni, az akvarának ez tök természetes, azok a legolcsóbb eszközei, és itt, itt az is egy érdekes dolog, hogy a társasházi környezetben a kettő négyet választják mert ugye a Thread is, meg a ZigBee is kettő-négyen működik. Tehát úgy ez önmagában egy érdekes dolog, és ez össze is vedhető az én tapasztalataim, hogy nagyon sokszor ö, egyszerűen jobban működik a ZigBee, mint a z ö, még úgy is, hogy a hatótávoknak ellentmondóan, tehát elvileg a Z-Wave-nek jobbnak kéne lennie, gyakorlatilag ugyanolyan jó, sőt, akár stabilabb hálózatot lehet építeni néha, ez ugye sok mindentől függ, milyen eszközök vannak arra, és a stb., de a, az Zigbee-nek a, a, stabilitása az, az, az időközben szerintem rengeteget fejlődött. Nagyon-nagyon jó Abszolv. lesz. Valóban, tehát a 3 0 val már nincsenek olyan problémák, mint korábban a ha ban A hatótáv, meg egy, na mindegy. A lényeg a lényeg, hogy, hogy ez is nagyon érdekes volt, és ami még fontos ebből a hírből, és én is majdnem átsítlottam átcsítl fölötte, hogy az M3-as hábot emlegetik. Tehát úgy néz ki, hogy a Akarának az új M3-as hábiára építik ezt a szolgáltatást, ami a Samsung HomeNik kell kommunikál, ami meg egybevág azzal, hogy amikor bejelentették az M3-as hábot az akarások, akkor szó volt róla, hogy igazándiból ez, egy, ez nem feltétlenül egy ilyen kis egyszerű upgrade az eddigi M1, M1-es, M2-es, stb. haboknak, ami kvázi tényleg ilyen a, a basic okos otthon hubként funkcionálnak, tehát nem, nem ebből fogunk irgalmatlan rendszereket építeni, meg komple nagy komplexitású rendszereket, hanem az M3 inkább arról szólt, hogy ö, ö, van hozzá egy olyan API, amin keresztül ezekből a hubokból rendszert lehet építeni. Tehát ö, itt kicsit el tudunk majd mozdulni akár egy ipari gondolat felé is, hogy ott, ahol egy hub nem hub koncepción alapul, tehát hogy egy nagyobb területet több hubbal akarunk lefedni, már csak azért is, hogy, hogy legyen ö, olyasféle bekápja a rendszernek, hogy ne egyetlen egy single point of failure legyen, tehát ne egy, egy hábon fogjon az egész rendszerünk. Egyrészt ott is érdekes lehet, ez szállodákban meg nagyon sok helyen izgalmas dolog, de az is látható, hogy erre felkészítették a rendszert, hogy poés ö, megtáplálást is lehetővé tettek, tehát van rajta egyrészt Ethernet, ami, ami egy alapvetően jó hír, másrészt ez poés, tehát meg lehet táplálni, ergo szünetmentesíteni is könnyedén a gyengáramú hálózaton keresztül és így rendszerbe szedve, és ezt hozzátéve ehhez a társasházi koncepcióhoz, amit a Homni képvisel, tök jó párost alkothatnak, ö, úgy, hogy igazából a zívéven év kívül kb. bármit le tudnak kezelni, mert ugye a Bluetooth is benne van, a Zigbee is, a Thread is benne van, és még ilyen külső fejleszthetőség is benne van, tehát izgi. Igen, ez volt a hírben még a... egy fontos pont, hogy a, a homnik kapcsán emlegettek mindenféle nyílt apit, uh -huh. hogy fejlesztenek hozzá, tehát hogy bármit hozzá lehet majd integrálni, vagy legalábbis nagyon sok mindent. Igen. Ami megint hát, hova vezet? Oda, hogy ez egy nyílt okos otthon koncepció. Igen. Tehát, nyilván, tehát már maga a meter is nagyon sokat nyit rajta, de az, hogy a nem eszközök eszközökhez is fejlesztenek apit, ez azt jelenti, hogy, hogy a Samsung is átlendült ezen a nagyon zárt ökoszisztéma gondolaton, ahogy ugye az LG is a, a OS felvásárlásával, az Atom felvásárlásával, ugye a Samsung is elérkezett ugyanide, hogy a nyitni kell. Uh -huh. És minél több eszközt beengedni, és minél több eszközről gyűjteni az adatot nyilván magának, de... Hát jó, de az is tulajdonképpen egy API kérdésköre, hogy most akkor mit engedünk ki, Persze. melyik előfizetési modellben, milyen adatok merre közlekednek. Tehát ez az, hogy lehetővé tesszük, az nem is biztos azt jelenti, hogy kihasználunk mindent, mert ez még a jövő zenéje, hogy tényleg mi értékes okos otthonodat, és mi nem. Na mindegy. Egyébként nézzétek meg, esetve... meg, hogy On -on Közbeszóltam, csak annyit akartam említeni, hogy hogy mennyire látszik, amit korábban beszéltünk, hogy a szoftver és a hardware szétválasztódik. Tehát, hogy azért korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk egy Samsung a SmartSings irányvonaltól kvázi eh, szakítva, értem, hogy ez egy másik piac meg hasonlók, de akkor is egy, egy kvázi azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen hub, mindegy, hogy mi jön alá, mi integrálni fogjuk és ezt kezelni fogjuk egyben. Tehát, hogy eh, nyilván egy, egy nagy épületnél ez sokkal inkább teremt értelmet, hogy itt most sok mindent kell összefogni, és akkor kell valami menedzsment rendszer fölé, de akkor is én úgy gondolom, hogy ez le fog szivárogni egyébként lejjebb is, és, és van értelme abban gondolkodni, hogy kvázi szolgáltatás, szoftver menedzeli az egészet, és a hardware az külön fog működni tőle. Illetve Élet, az adatok kapcsán pedig, hogy, hogy azért az AI-t etetni kell valamivel. Persze, hát tehát, hogy, szüksége van a Big Data-ra, az egyértelmű. Igen, mi, igen. Ugye olvastuk a, a Paulus rendjét arról, hogy uh -huh. hogy az adat és, és minden lokálba fusson, de addig, amíg ez az éjjel eljut abba a fázisba, hogy ez teljesen lokálba tudjon futni, addig előtte azért itt erősen a felhős megoldásokra kell majd támaszkodni, és ahhoz pedig adat kell, igen. hogy ezek megtanulják a mindenféle dolgokat rólunk, és alánk tudjanak dolgozni, tehát persze jó, ha minden lokálba fut, és minden teljesen privát, és semmi sem kommunikál az internet felé. De nem is jó. De nem is jó közben. Igen. Ez, ez is egy érdekes nem. dolog lesz, amit majd a, 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 az idő eldönt, hogy mennyire lehet majd bentartani a szellemet a palackban, meg mennyire kell bentartani. Igen. És itt persze nem akarok semmilyen elköteleződés, semmelyik irányba itt sugallani a hallgatók felé, de, de biztos vagyok benne, hogy ez is egyfajta ilyen kettősség lesz. Én azt gondolom, hogy az anonimizált, agregált adatokat miért ne lehetne kiadni. Onnantól kezdve, hogy ez Abszolút, nem igen. köthető vissza hozzám direktben, hanem csak arról szól, hogy mit tudom én mikor kapcsolok rá általában lámpát otthon, és ezt nem kötik, direktben hozzám. Miért ne használhatná az AI? Igen, használhatja alapvetően. Adatát. Főleg, hogyha van benne egy olyasfajta fajta szerződés nélküli közmegegyezés, hogy ezt azért, kapjuk meg ezt az adatot, hogy mert cserébe valamit adunk. Így van. Teljesen mindegy, mit, de valamit kapjon az a felhasználó cserébe. És hogyha ez most egy online elérhetőség, egy, egy, egy olyan felhő alapú rendszer üzemeltetése, amin keresztül el lehet érni a mi otthonunkat, akkor az is valami, persze azt is hangsúlyozni kell, hogy ez egy érték, ez nem pedig egy, egy ingyenes járó dolog. és itt húznám be a Homi podcast podcastet, amit meghallgattam, és ja igen, lehet, hogy túlságosan belementem. Tehát először is az az első hír, hogy megjelent a HOMI Podcast. Tehát maga az Atom ö, szükségesnek érezte, hogy többet kommunikáljon a, a közösséggel, mert azért elég nagy közösségről van szó, szóval mind a felhasználói, mind pedig a fejlesztői közösség ö, elég nagyra nőtt az Atom körül. Nem véletlen ez az az, az LG félre felvásárlás sem. És, ö, és ugye elindítottak most egy podcastet, ami múlt hét pénteken vagy csütörtökön jelent meg, és én arra gondoltam, hogy olyan jó kis adás volt, szintén ilyen okos otthon híreket dolgoznak föl, mindig kicsit megfűszerezve a HOMI nézőponttal, meg a homival, meg az atommal, meg hogy ott hogy mennek a dolgok. Hogy, hogy arra gondoltam, hogy szerintem a hírek adásba mindig én is bele fogok csempészni egy-két onnan átvett hírt, mert igazából első kézből a HOMI tulajdonosától tudhatunk meg most is dolgokat, tehát biztos, vagyok benne mindig lesznek érdekességek. És értem értelemszerűen, a, ahogy fogalmazott a, 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 a műsorvezetője, aki egyébként a nemzetközi kapcsolatokért is felelős az Atomon belül, tehát sok gyártóval kapcsolatban van, akiknek az integrációját kell kezelni. Ő mondta, hogy van itt egy elefánt a szobában, amit nem nagyon tudunk megkerülni, erről beszélni kell, és ez pedig szerint az LG felvásárlás volt. És ennek kapcsán kicsit bepillantást nyerhettünk abba, hogy hogyan is ment ez a dolog, és megtudhattuk, hogy ez egy éve indult, tehát körülbelül egy éve kereste meg az LG az atomot, simán egyszerűen Atom Partnership kapcsán, tehát azt szerette volna, hogy, hogy jó integrációval rendelkezzenek a homi userek az LG háztartási gépekhez. És az első bemutatkozó beszélgetések és egyedek után pillanatok alatt átrepültek abba az irányba, hogy az LG az annyira szimpatikus cégnek tartja, meg annyira jónak tartja azt, amit az Atom csinál, hogy szeretnének befektetni értelemszerű ez a, ez a hozzáállás tulajdonképpen egy jó bizniszhez, egy nagy cég részéről. Ezt, ezt nagyon sok helyen nyomon követhetjük, hogy ez történik. De az érdekesség az az volt, hogy az, at az atomosak, pontosabban Emil azt mondta, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, de de miért? Tehát uh, egyrészt tudni kell, hogy az atom az nem, nem cash flow negatív. Tehát az atom a kezdetektől, amióta a közösségi finanszírozás megtörtént, ami mi is a portál, Kickstarter. A Kickstarteren megtörtént a közösségi finanszírozás az első gyártásnak még ugye a 2016-os hóm-nak, Azóta nekik nem volt anyagi problémájuk, és itt a felhőre visszatérve, egyébként ezt nem ebben a szekcióban, hanem később mesélték el a logged kapcsán, amit majd szintén mindjárt kitárgyalhatunk, hogy azért, mert tíz évre beleszámolják a homi az árába a felhős elérést, a felhős szolgáltatásokat és így biztosítják azt, hogy ne legyen olyan szituáció, mint jó pár olyan cégnél, amit láttunk, hogy ki kell találni gyorsan valamit, hogy legyen valamiféle bevételünk, mert az eladott központoknak rengeteg az üzemeltetési költsége, mert olyan nagy mennyiségű felhős előfizetést igényel a gyártó részéről, amit már nem tud fenntartani, mert nem finanszírozza az újabb eladás, ha esetleg megbicsaklanak az eladások. És ez a piramis játék, ez nem tarthat örökké, ugye, hogy, hogy majd biztos lesz valami eladás, és majd abból finanszírozunk a sok tízezer korábban eladott eszköznek a felhős hozzáférését. Na mindegy, ez csak egy kis kitekintés volt, de, de az volt az érdekes, hogy ugye nem volt elég nekik az, hogy, hogy most oké, okay, minek akartok befizetni, vagy, vagy támogatni minket, mert, mert nincs ilyen gondunk. Persze az is igaz, hogy az mindig a fejükbe volt, hogy, ö, hogy bármikor kerülhetnek olyan anyagi helyzetbe a világgazdaság állása, vagy bármilyen világ világunkat érintő vihar miatt, mint egy háború, vagy háborús időszak, vagy egy bármi, ami miatt egy ilyen gyengébb cég, mint egy atom, az, az, az gyengébb lábakon áll, mint, mint mondjuk egy LG, vagy bármi. És emiatt érdekes volt számukra, és tovább beszélgettek, és ekkor jött az, hogy hát akkor lehet, hogy föl inkább ők megvennék az egész céget. És ekkor volt a következő lépés a, az Emil részéről, hogy oké, okay, de mit akarunk, és itt is nagyon érdekes volt, hogy az Emil nem akar ebből, nagyon sokszor ez jött ki ebből a beszélgetésből, hogy az Emil nem akar ebből a cégből kilépni. Tehát ő ezt ugyanúgy akarja vinni tovább, mint eddig, ő neki ez a, a hobbi projektje és ez az élete és ebből él tulajdonképpen, és ez, ez neki tök fontos, és ez úgy tűnik nekem, hogy örök ki akarja csinálni, akkor is, hogyha kivásárolják, és ezért indul tovább a kérdéssel, hogy oké, okay, de mit akartok csinálni, mert én nem akarok egy smart set végignézni megint és erre mondta, és ez ilyen insider infónak tűnik, és tök érdekes számomra, hogy az LG-sek ebben teljesen egyetértettek. Tehát azt mondták, hogy ők figyelték a, a Samsung Smarting felvásárlást, majd az utána jövő nehézségeket, beleértve a felhős problémákat, ami miatt újra kellett írni, az üzemeltetési költségeket, a nem növekvő eladásokat, az elforduló közösséget, mert Samsung Smartings lett belőle, egy sokkal zártabb dologgá vált, mint korábban volt, ami egyébként pont ugyanúgy indult, mert az is egy, egy Kickstarter projektként indult, az is közösségi fejlődésen indult, és ugyanazt a koncepciót is fogták valahol meg, mint az atom. És ebben egyetértettek, hogy az atomnak az egyedüli értéke, amiért érdemes ezt megvenni, az az, hogy ez egy független platform. És ezért soha nem akarnak belőle csinálni egy LG Homey nevű szolgáltatást, vagy LG Atom, vagy bármi ilyesmit, mert, mert ők is az LG is, meg az Atom is látja, hogy pont ez az előny, pont ez az, amit tíz év alatt felépítettek. És a tíz évről még annyit, ami érdekes volt megint nekem, hogy a tíz éves indi, az elinduláshoz képest ugyanazon a héten, tíz évvel később történt meg ez a bejelentés, hogy a megállapodás pontosabban. És a bejelentés is. Tehát, hogy oké, okay, nem pont ugyanazon a napon, de ugyanazon a héten. Ez is olyan, olyan sorszerű történet számomra. Szerettem az ilyen kis finomságokat kihallani a történetekből. Tehát tíz év alatt építettek valamit, ami odáig jutott, hogy, hogy ez, ez egy egyértelmű siker, hogyha egy LG is felkapja rá a fejét, és, és az is feltűnik, hogy nem akarnak ebből más csinálni, mint ami, mert, mert ez csak így lehet sikeres. És ez egy tök jó példája annak, hogy hogy mármint a Samsung példája tök jó, az LG példája tök jó, és ide kapcsolódóan a Home Assistant példája is tök jó, ami meg nem eladó. Sőt, Peti, mi nem eladó még? <laughs> Igazából semmi. <laughs> ez egy akkora ránt volt egyébként, ez a, az Open Home is not for sale felkiáltással futó hírlevél. Korábban is, amikor a, még nem jelentették be az LG felvásárlást, de valószínűleg, hogy már itt a, belső kommunikációban több helyen ö, megjelenhetett. Már akkor ö, volt egy ilyen ö, hirtelen ö, felindulás, hogy megalakítják ezt az Open Home Foundation-t, mert hogy hát a, a Home Assistant és a, a köré épülő ökoszisztémák, itt a, a legtöbb open source megoldásról beszélünk, az, az e GS, a ZWF GS, a SP Home és hasonló megoldásokat pakolták be egyébként ebbe a svájci központtal rendelkező Open Home Foundation-be és már akkor volt egy ilyen rant, hogy hát a cégek, akik pénzt keresnek, azok, azok mindenképpen a mi információnkra átsingóznak, és hogy ez nem, nem, nem aladó az információ, stb. stb. És most ugye a felvásárlás után meg is jelent egy újabb közlemény, ahol hát egyértelműen vesézik a, a humi felvásárlást, és hogy hát a hómi le is veheti a, az oldaláról, hogy ő nem adja az adatait, hiszen most adta magát egy nagy vállalatnak, bezzeg a HOMA nem fog tenni. Számomra egyébként ez már egy kicsit sok volt. Ismerve egyébként a hollandokat, mind a két irányból, ami a szívükön, a szá, szájukon, és nem feltétlenül rossz indulatban hozzák, de egy kicsikét ilyen, én nem tudom, ilyen ö, nem, lem, lem magasságokban mozogna néha a, a gondolat, ami jön ebből az irányból, tehát hogy a, a lem volt ugye az írók között, akik rengeteg olyan ö, művet alkotott annó az ex-Szovjetunió idejéből, ami a tökéletes kommunizmust ábrázolta és hogy minden közös, stb. stb., stb és néha ilyen kicsengések jönnek nekem egy kicsit már ezekről a rantokból, ami kicsit nekem erős, főleg úgy, hogy ők is üzemeltetnek egy Nabukáza nevezetű céget, ugye, ami fenntartja azt a részét a home assistantnak, ami szerverszolgáltatásokat adja, ők ezért fizetést kapnak, stb. Tehát, hogy azért na nem kellene ennyire forró lenni ezt a kását, de, de hát azt kell mondanom, hogy ez már nagyjából megszokott ebből az irányból. Azért furcsa a dolog, persze kell az open source, ha azt nézzük, az open source szellemiség egyébként a home is ott van, hiszen egy csomó applikációfejlesztés github alapon el hozzáférhetően történik, tehát hogy mindegy. Tehát, hogy én úgy gondolom, egy kicsikét sok volt ez az irány, de ez volt a, a háttérben, ez nem nem volt eladó. De hát fűzzük fel, hogy mi volt még eladó. Ugye, a, amit szintén a podcast adásban is veséztek, ugye a shell nek a, a új felvásáró akvizíciója, hívjuk így ezt a, ezt a lépést, ahol ugye a Logd nevezetű Húha, most bajban vagyok, hogy holland vagy dán. Holland. holland. Igen, holland, holland, cég, holland Igen. Céget, holland, céget, holland céget akv, akvutálták, nem tudom, hogy kell szépen magyar mondani, felvásárolták igazából. Öm, a Shelley-nek egyébként van egy ilyen koncepciója általában, hogy nem veszi meg az egész cég összes részvényét, hanem hagy valamennyit a, a tulajdonosnak. Így volt egyébként ez a Kubino esetében is. Ugye, hogy 60%-át vették meg a, a kubinós történetnek, és Goap, ugye, jó mondom, a, igen, a cég Goap nevét. Volt, már a második tulajdonos. Így van, így van, és a a tulajdonosnak a 40%-a megmaradt, egyébként ő CTO-ként folytatja a Shellinél a működését. Leonról beszélünk. Aki egyébként, én nem tudom, tehát hogy ha, ha úgy, magunk elé képzeljük a Steve Jobs-i vezető ideált, akkor itt mindenki, aki ezekbe a magasságokba mozog, mozog az kb. hasonló eh, attidűktől rendelkezik, tehát azért kell lelki erő és minden egyéb, hogy az ember befogadja az ő önállóságukat és, eh, és tevékenységüket, viszont zseniális dolgokat tudnak alkotni. Igen. Szóval logd. Igen, logd. Én használom is az terméküket már régóta, mert uh... Nagyon érdekes, hogy a holland kis cégek ezek ugye összezárnak, ismerik egymást, de tényleg ilyen, ilyen szauna gyártó, zárgyártó, okosaton központgyártó, nem is tudom, árnyékoló gyártó. tehát nagyon-nagyon sok cucc van Hollandiából itt az európai piacon, európai és nemzetközi piacokon, és ezek egymásnak adják az infókat szépen, inör, mint világításvezérlés, meg világítás megoldások, Philips, Hue, Copy, stb és, és ebből adódóan ők megtaláltak minket, mint még annó az Access időkben, és emiatt nekem ott én, én vettem tőlük egy ilyen demózárat, amit azóta is használok. Végül nem döntöttük úgy, hogy ezt fogjuk alkalmazni, de engem is meglepett, hogy most itt bármikor elmehet a felhős vezérlés, mert azért ez nem lett volna túl jó, nekem úgy ez be van építve az ajtóba. És nekem egy szerencsétlen helyzetem van, mert nekem ilyen tollas záram van, és emiatt, a, emiatt ez a zár működik megfelelően ahhoz, hogy ne alakítsam át az ajtót, tehát ez egy ilyen trükkösebb záras bulinálam és csak ez működik így megfelelően. De a lényeg, a lényeg, hogy, hogy fölvásárolták igen egy részét, és, és kíváncsi vagyok, hogy mikor jelentenek be majd mit, de az jó hír, hogy így a segítségére sietett a Shelly ennek a megoldásnak, mert, mert itt viszont nem volt e, túl sok hátra, hogy egész egyszerűen, nem is tudom, felhőszolgáltatás nélkül maradjon egy, egy elég szép felhasználói csoport. Főleg Hollandiában kiterjedt ez a Log nevű márka, de azért, azért szerte szét az, az Európai Unióban teszem. Dánoknál is ment, meg, meg sok északi országban ment ez a dolog. Ilyen svéd ö, SKG minősítése van, tehát ez ott érdekesebb a, a, a svédeknél, meg holland, a, a svédeknél és a norvégoknál. Na mindegy, szóval ez is egy, ez is egy izgi hír, hogy ezt is felvásárolták. Abszolút, és érdekes, hogy hova fut ki a Shelly. Tehát, hogy azért uh -huh. a, a kezdeti elképzelések, ugye, ott, már ott, ahol a Shelly Group átalakult, hozza szerintem azt, a, azt az irányvonalat, hogy ők azért egy ilyen nagy... Hardvergyártó és platform irányvonalba mennek. Kíváncsi vagyok, hogy a hardware egyébként mikor fogják elhagyni a jövőben, de hogy egyelőre ebbe a, a megveszegetünk kisebb dolgokat jobbról balról is összepakolgatjuk, ez működik. Nekik egyébként szerintem erre azért volt nagyon nagy szükségük, mert az amerikai piacon azért az okozzáros történet nagyon megy, uh -huh. és oda nekik kellett egy saját megoldás Úgyhogy ők írják egyébként, hogy ők kifejezetten ö, revenyút szeretnének, meg ö, minden egyebet a 2025-ös évben is már, és átvettek mindent. Tehát a, a szerződést a gyártót, a Kínában a, a gyártóval, meg, meg mindent uh -huh. átvettek közvetlenül. Tehát, hogy kvázi ez a tegnap még logd voltunk, most már shelly logd vagyunk, ö, irányvonal működik náluk. Úgyhogy... Ugye nagyon, nagyon, nagyon pörög ez a, ez a vonat, én azt látom. Igen. És ugyanúgy, mert tényleg megtartották a Logged nevet, úgy, mint ugye a Shelly Kubinó kapcsán megtartották a Kubinó nevet. Tehát ebből is látszik, hogy itt ők is azért abba gondolkoznak, hogy az az érték, amit az a cég teremtett, azt, azt meg kell őrizni, mert és ennek is felel meg az, amit mondtál, hogy nem teljesen vásárolják föl, csak, csak nagy részesedés szereznek a cégbe. Hát a Kubinó nevet elkezdték kivezetni, mert ugye eredetileg Shelly Kubinó volt, és most, már csak Shelly vév. Most már csak Shelly Pá, akkor valamiről Az új eszközök, a, a, most a kettesek. Na, majd csinálunk egy shell-is adást úgyis. Megbeszéltem Attilával, köz... Simon Attilával, szóval ott majd szétszincáljuk az egész témát, hogy merre fejlesztenek, meg merre jutnak. De egyébként... Abszolút el... jöttek. Igen, amit pedig mondott, hogy kíváncsi, hogy mikor fogják elengedni a hardware gyártást, azért ennek az első lépése megtörtént azzal, hogy kioszták a, az új csipet, ugye, és az új elképzelést, hogy, hogy, ők, ők adják a, a, ezt a, a socot, amit be tud építeni bárki. Tehát, ugye én azt gondolom, kicsit hogy ilyen túlja, nem? Tehát, kicsit túlja. Igen, igen, platform, el, ez el, a szerviz. Igen. Hogy szerintem ez az első lépés annak, hogy ők a saját gyártást előbb-utóbb fel fogják adni, mert odaadják magát a rendszert, ugye a rendszer és a többi építse köré más. Hát én nem tudom. Én nekem inkább bolybát tűnik, hogy ők a hardverből jöttek, és szerintem ők a hardvert meg fogják tartani. Azt nem tudom, hogy a szolgáltatást mennyire lehet majd, mennyire kell nekik csinálni. Én nekem én pont ellentétes, de ez, ezért szép ebbe a podcastban, hogy, hogy pont nem feltétlenül értünk ebben egyet, de, de, én azt gondolom, hogy ők pont a hardwareben erősek, és ezért is csinálnak ilyen hardveres felvásárlásokat, mert lényegében hardware cégeket vásárolnak fel a Kubinóval is, technológiát ö, hoztak be ezzel az zívéves vonallal. Uh, mi mell ami mellett egyébként meg nagyon érdekesen fejlesztik a saját koncepcióikat, tehát ezt a wi fi és uh, Bluetooth-os megoldásokat, az is, az is majd lesz érdekes téma a következő adásokban. Uh, de hát majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza. Jó, mi volt Abszolút, még a... valószínű, itt ketté fog válni egyébként. Tehát én érzem náluk is az, hogy lesz egy lábuk, ami a hardveres, azt uh -huh. majd meg eldöntik, hogy megtartják, -e, eladják, amit -e, csinálnak vele, meg csinálják ezt a szoftverest, és elég nagy lendület van benne. De menjünk tovább, igen. No, mi volt még a HOMI adásban, vagy a HOMI podcastban, ami érdekes volt, a logt felvásárláson túl. Ö, hát egy-két hírt elkotyogtak. Már magukról az atomos fejlesztésekről. Egyrészt volt egy nagyon vidám felütés, és egy, egy félmondat, és aztán léptek is tovább, hogy nagyon-nagyon várják az új hardware megjelenésüket. Ami nekem nagyon megütötte a fülemet, mert én azt gondoltam, hogy most egy négy évig biztos, hogy nem lesz semmi, mert, mert hát ugye volt egy homi Pro 2016, jött egy 2019, jött egy 2023, hát most azért nyugodjunk meg, nem? Tehát, hogy most 24 van, most még nem fog jönni semmi. Jó, persze volt egy bridge valamikor, nem is tudom, 21 végén, 22, hát az nagyon elhúzódott, tehát nem is tudom, hogy melyik évbe jelentették be, és aztán végül mennyi idő után lett végül belőle a termék, de több mint egy év és hogy, hogy, nagyon várják az új hardware megjelenését. Semmit nem tudunk, nem tudjuk, hogy ez egy új központe, vagy egy új bármilyen hardware. Hardvert mondtak, nem mondtak központot. Ö, én, én, el tudom képzelni, hogy akár egy, egy, egy okos otthon vezérlő panelt is el tudnék képzelni, amik, amit ők bejelentenek, mert az is régóta plegyka, hogy ők fejlesztik a dashboard funkciót. Peti, neked, vagy Gábor, neked van valami tippetek, hogy mit, mit jelenthetnek ők be, mint saját hardvert? Szerintem valami. Ez nagy kérdés. Dashboardos vezérlő. Uh -huh, esélyes. Az esélyes nálad is. Ugye azt tudjuk, hogy az LG fölvásárolja őket. Tudjuk, hogy azt is itt elejtették, egyébként ez sem volt eddig tiszta, hogy nem. Tehát ugye az előző adásban mi azt, én azt pedzegettem, hogy valószínűleg a Homi Bridge fog belekerülni a tévékbe. De most konkrétan azt elhangzott a podcastban, hogy a Homi Pro fog belekerülni LG appliance ekbe Tehát most az Appliance az lehet tévé is, meg lehet nem is a mosógép is valószínűleg valami nagyobb értékűbe fogják belepakolni, nem egy mosógépbe. Lehet, hogy a hűtőt akarják ők is valami központi dologgá tenni, mint a Samsungnál, de nagyobb logikával élnék, hogyha tévét mondanék. Belekerül a Pro a tévébe. Oké, ez jól hangzik. Tehát ez, ennek, ennek látnám értelmét, és akkor ez valószínűleg az interfész csomagot is érintheti, nem csak a hardvert, hogy lokális működés legyen. Mi lehet még? Mit, mit jelenthetnének még be, amit, ami kellhet nekik? Hát rengeteg minden tekintve. Tekintve azt, hogy a 2023 óta gondolkodhatnak az LG felvásárlásos történeten, én gondolom egyébként, hogy ez nagyjából viszonylag hamar végére jutottak ennek a gondolatsornak, tehát ott karácsony környékén ők már teljesen tisztában voltak a felvásárlásra, és azóta filózhatnak, mert hogy ha már a, Shelly elindult ebbe a platform ez a -e szervizbe, és van egy Elzsi felvásárlásunk, akkor nyilván ilyen szinten a, a hújnak is gondolkodnia kell a platform ez a -e szerviz megoldásba, tehát hogy hogyan is fogja tudni integrálni a szolgáltatásait uh -huh. felhősen, nem felhősen, az igazából mindegy, bármilyen eszközben. Tehát, hogy nyilván az lg nek is minél inkább célja az, hogy integrálódhasson az, hogy hogyan integrálódik, azt majd, majd meglátjuk, hogy melyik, melyik utat választja. Mint látjuk, nem, nem feltétlenül a Samsung útját próbálja járni, úgyhogy lehetnek még itt meglepetések. Én úgy gondolom, hogy ott van a, a Homey Bridge, ami ugye az alap Homey szolgáltatásnak egy, egy kiegészítése, és oda már nem nagyon fér el plusz eszköz. Tehát vagy azt mondom, hogy amit ti mondtok, valamilyen, valamilyen kijelző fali kijelző, falai megjelenítő irányvonal, vagy pedig nagyon a másik irányvonal, és akkor bár még lehet, hogy ez ehhez egy kicsit korán van, hogy ez a platform, ez a service irányvonalat próbálják ők is uh -huh. mozgatni. Kiderül az az igazság, hogy annyira turbulens most a piac, hogy nagyon nehéz találgatni ilyen szinten, hogy, hogy vajon mi lehet. Vajon mi lehet. De akkor te is erre az embedded modul dologra gondolsz, mint amit a Shell is kihozott? Tehát, hogy valami olyan hát chipet, én... vagy valamit csinálni, amit be lehet ültetni sok gyártónak, és akkor homi kompatibilis lesz by default? Simán el tudom képzelni, hogy egy hasonló megoldással élnének, már csak azért is, mert hogy ez ráfeküdne egyből az LG irányvonalra is, mert hogy akkor az LG rögtön a saját is be, a készülékebe is be tudná illeszteni ezeket. Meg azt is támogatná, hogy akkor ezzel jól meglöknék egyébként a piacot, mert levennék a, az api fejlesztés irányvonalának a nehézségét a, a gyártóktól, és adna egy olyan lehetőséget, ahol hardveres szinten kell integrálni, mert általában ezeknek uh -huh. a gyártóknak jobban szokott menni. Még az is Tudod, lehet egyébként ez hogy nem csak véletlenül. Egy <laughs> még az is, hogy nem véletlenül hozták fel ezt a Shell is ö, hírt itt Igen. Nagyon. Mi van, hogyha ők a Shelly csipre akarnak alapozni? Mert egyébként ugye az Atom az nem feltétlenül egy, bár ez többször elhangzott, hogy egy hardware gyártó cég, de igazából azért az látható, hogy, hogy most az új Homi Pro, tehát a 2023-asnál is egy Raspberry elemet tettek be. Tehát ami készen van, azt ők nagyon szívesen alkalmazzák, nem feltétlenül akarnak mindent saját fejlesztésben csinálni. Tehát, hogy én emberditbe gondolkodnának, eléggé kézenfekvően, hogy a, hogy a a megoldását használják a saját szoftver és felhős és egyéb megoldásaikhoz. Ez izgi. Egyébként még egy dolog jutott Abszolút. eszembe, hogy amire nagyon nagy szükség lenne, és ugye a Homey Bridge nem váltotta be ezt a, ezt a, ezt a, ezt a feladatot, az az, hogy csináljanak egy olyan rendszert a Homeyból, ahol több koordinátorra lehet támaszkodni, és IP-n ezeket úgy összefűzni, hogy egy egységes kezelőfelületet kapjon a felhasználó, de mondjuk lerakunk egy ö, ilyen extender-szerű dolgot, ami nem extender, hanem egy különálló koordinátor a, nem tudom, egy alsó szintre, meg egy felső szintre, hogy ez a marketing videókon látszott is, de aztán, amikor a Homey Bridge végső formájába megjelent, és igazániból a szoftver is végleges lett, akkor kiderült, hogy ez egy egész egyszerű router funkció. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy hogyha nem ér oda el az z hálózat, akkor is lehet ott egy z nem is tudom, node hadsereget fölhúzni, és azt is beilleszteni egy központ alá, ami pedig máshol IP-n kapcsolódik ehhez az egészhez. Na, ez még egy érdekes lehet dolog lehetne, hogy csinálnának egy ilyen extendert. Amit ugye mélyen Igen. kell a szoftverbe, tehát a HomeOS-be integrálni. Voltak még apróbb hírek, tehát például a, bejött ez a Moods funkció, amiről nem beszéltünk, ami lényegében a Philips Hue-nak ezt a nagyon könnyen tudok világítás képeket kitalálni színekkel, ami egyébként meglepő, de vannak ügyfeleink, akik, akik kifejezetten szeretik, és emiatt kell nekik hűt telepíteni, mert az a fajta egyszerűség, hogy különböző világítás képeket hangulatszerűen, tehát ilyen színes világítás képeket létrehozzanak, ahhoz nem kényelmes az, hogy a különböző lámpatesteket megnyitom, és akkor ez most lila, ez most kék, ez most nem tudom mi, hanem sokkal egyszerűbb, ha azt mondom, hogy oké, okay, az én egyik kedvencem a Rio, a másik az meg a nem tudom, a a csili, vagy nem tudom milyen fantázia nevekkel élnek, de ez egy érdekes dolog. Ezt elhozták, ugye visszaportolták a 2019-es Homi pro ami egyébként megint inkább ott az érdekesség számomra, hogy, hogy, a, hogy ezt portolni kell. Tehát ez, ez megint megerősíti azt, hogy, hogy ez egy tök más architektúra a régi Homi meg az új Homi, és ezért is vannak benne tényleg a szoftverben különbségek, amiket, hogyha mindkét platformot, vagy mindkét központot ismeri az ember, akkor tudja, hogy tényleg van, ami elérhető az egyikbe és a másikba, nem? Meg Abszolút. valami még volt, valami apróságot még bejelentettek. Ja, hát a dashboard funkció, bocsánat. A dashboardról még Igen. beszéltek. Mármint a szoftveres részéről. És hogy ezt több mint egy éve próbálják fejleszteni, és annyit lebentettek fel fátylat, hogy ők elgondolkoztak ezen a térkép alapú dashboard koncepción, ami ugye azt hiszem a SmartThings-nél bejött, meg, meg ugye a Home Assistant alá lehet ilyeneket készíteni. És, és Samsung a... is bejelentette. Igen, a, a, de a homenic gondolsz, vagy még a SmartThings-re? Még a smartthings Igen, a smartthings -nél, igen, ott én is láttam. És mondta is az Emil, hogy hogy neki is volt ilyen koncepciója, hogy így lehessen építeni otthont egy webes felületen keresztül, és akkor elhelyezni benne az eszközöket, de, de nem jutottak vele sehova, mert rájöttek, hogy egy, egy okos otthon az túl komplex ahhoz, hogy egy ilyen kezelőfelület hatékony tudjon lenni, mert túl sok eszköz van egy helyen. És ennek tök jó példáját hozta fel, hogy ott van egy, egy TV központ, ahol van egy tévénk, van soundbarunk, van akár egy stereo hangpárunk, vannak különböző egyéb vezérlőink, és ezeket ott egymásra rátenni nem lesz intuitív. Tehát egyszerűen nem, nem, lesz gyorsabb, mint egy jó kezelő felületet csinálni, ami csak erre van kihegyezve. Nem adták fel, fejlesztik a dashboard funkciót, csak ezt a térkép alapút engedték el. Szerintetek ez valaki meg fogja tudni csinálni ezt a térkép alapút, úgy, hogy jó is legyen? Hát, ne. Jön. elvileg meg lehet csinálni, mert hogy ha belegondolsz, gyakorlatilag korlátlanul tudsz belenagyítani, hogy egy adott területre kattintasz, csak nagyon hardverigényes. Igen, meg ugyanúgy több, tehát minél több lépésbe csinálod ezt a vezérlést, Igen. annál bonyolultabb lesz. És ezek a zoomok -ok is úgy egy-egy plusz lépések. Meg utána kizúmolni, átzúmolni a másik szobába. Tehát, hogy mindig valahol ez ilyen bajos lesz. Peti, te már ilyen hát Az az igazság, hogy rengeteg munkával lehet ilyet csinálni, de ez kézműves termék. Tehát, uh -huh. hogy a, én úgy gondolom, hogy a felhasználók 5-10%-a az, aki erre, valóban erre vágyik, és ott nem, a, nem az a mennyiségű eszköz van. Van világítás, fűtésvezérlés, esetleg redőny, de akkor már sokat mondtam, és kész. Tehát, hogy, hogy akkor lehet, de ezt úgy, hogy működjön, ehhez kell egy vagy lerenderelt, vagy, vagy valamilyen működő 3D modell, tehát a lak lakásnak a, a felrajzolása az, hogy mihol van, esetleg, aki már ilyet szeretné, és szeretne, hogy jó nézzen ki, akkor nyilván valami bútorok jelenek, hogy látszódjon rajta, tehát hogy rengeteg olyan paraméter van, amit most ez nem a plug-and-play kategória, tehát nem, nem, nem azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, itt van, bedugom, körbe megyek a telefonommal, és öm, az majd a mélységérzékeléssel felveszi a a jelenleg a, a mostani állapotot és berajzolja. Lehet, hogy lesz ilyen hamarosan, de még nem, nem tartunk itt, tehát hogy, hogy hát, nem, jól, nem. jól néz ki. Nem kell, körbe menni, a, nem kell körbe menni a telefonoddal, elengeded a robotporszívót, és ő megcsinálja a lakás alaprajzását. Abszolút, abszolút igazad van, teljes mértékben, de azért mondom, tehát hogy, hogy valamilyen módon működik ez a dolog. Én jelenleg ezt a funkciót inkább érzem dizájnelemnek, mint, mint hasznos funkciónak, de lehet. Én azt mondom, inkább nagyobb, nagyobb létesítményeknél, irodáknál, olyan helyeken, ahol viszonylag nagyobb helyre jut kisebb mennyiségű dolog, és az egészet kell átlátni hirtelen abban tud segíteni, tehát ilyen szinten lehet jó, hogyha most ránézek kvázi, mint hogyha a skádát használnék Igen. valahol és ilyen módon. Azt mondom, hogy egy 35 négyzetméteres panellakásban nem feltétlen. Igen, ilyen monitor, az a ilyen monitor funkcióra tényleg jó lehet. Tehát, hogy mint mi látni nem tudom az irodánkat, vagy akár minket, mint az otthonunkat, és ha van egy olyan igény, hogy lássuk azt, hogy minek mi a státusza éppen, és van egy elég nagy kijelzőnk erre, tehát tényleg b 2 b bennek -ben lehet létjogosultság, hogy lássuk, hogy mely ajtók vannak mondjuk nyitva, mely ablakok vannak nyitva, mely klímák mennek, és akkor emiatt mi valamit manuálisan akarnánk dönteni, ennek tényleg lehet értelme, ez, ez egy jó pont. Amit még ugye az Emil hozzátett ehhez, hogy ott esetleg elképzelhető, hogy működik ez a koncepció még, ahol egy ilyen limitáltabb okos megoldás van, tehát például egy Philips jó esetén. Tehát ahol csak világítások vannak, ott várhatóan nem lesznek annyira sűrűn rakva azok a világítások, hogy az a kezelőfelületen ezt a fajta nehézséget okozza, amit az elején beszéltünk, tehát az a lassú navigáció, meg bonyolult navigációt. Tehát ott esetleg ez kiadhatja a dolgot de, de ők is elfordultak és más irányba mozdultak. Sejtettem egyébként, hogy ebből nem lehet nagyon egyszerűen komplex okos otthonokat vezérelni. Jól is. Szóval ez még hír volt. Ö, nem is tudom, hogy volt-e még említésre méltó. Szerintem nem. Megindultak a gyártók az LG felvásárlás hírére. Jaj, tényleg. A, igen. A home integrációkat rendbe rakni. Ugye én konkrétan az MCO home tudom, hogy, Bizony. hogy az LG felvásárlás hírére, bár én már Prüntjögtem nekik egy ideje, hogy rá kéne nézniük a homi mert hogy azt egy közösségi tag fejleszti az Home integrációt, és nagyon sok eszköz hiányzik. Szintén Ted Tulbum. Ted így van, ő nagyon sok integrációt fejleszt egyébként, egy nagyon aktív tagja a közösségnek. És most, hogy az LG megvette az atomot, ez egy olyan input volt az MCO homnak nem tudtak róla, én jeleztem most feléjük, és 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 fölvették a kapcsolatot az Atommal is, és Teddel is. De kemény. Ugyanígy járt egyébként az akvara. Az akvarát meg én kötöttem, és ott is TED van, Aquarat meg én kötöttem össze velük, és így lettek hivatalosak. Elkértem TED e-mail címét délelőtt, átadtam az MCO home és délután már írta a TED, hogy fel is vette velük az MCO, fel is vette vele az MCO kapcsolatot, úgyhogy... Ez egy tök jó példája annak, hogy hol van az előnye az LG együttműködésnek, és hogy ez egyébként a közösségi fejlesztőnek hol jön be, mert te összekapcsoltad az mco hommal, én összekapcsoltam az akarával, és még ki tudja, mi, mi és tudom, hogy azt hiszem a, a hétitet is azt hiszem ő csinálta. És Igen. az is hivatalos lett. Tehát biztos, hogy a hétittel is már fölvette a kapcsolatot, és az az ember, aki ezt csinálja, és egyébként nagyon jól csinálja, az valószínűleg ebből egy egyéni vállalkozást csinál már. És, és, fejleszti. És egyébként vannak kontribútorok, tehát nem csak egyedül csinálja, hanem úgy emlékszem, hogy van négy-öt olyan régi atomos fejlesztő, akik együtt tartanak karban több appot. Tehát ez már nem arról szól, hogy ha valami történik teddel, akkor baj lesz, mert, mert többen álltak össze, és finanszírozza őket a gyártó. Tehát ez is, egyébként nekem is volt egy ilyen élményem a héten, a felvásárlás utáni héten, van a Sandricher, a Sandricher egy érdekesebb cég, mert ugye ők OM gyártók, tehát ők Sandricher néven nem jelennek meg a Home store -ban. ők Easy Lighting néven jelennek meg, mert ugye ők rengeteg más gyártónak gyártanak modulokat, és akkor az mindenféle márkanév alatt jelenik meg, és emiatt ö, mi ők nem akarnak saját márka néven megjelenni. Viszont csináltak egy albrendet Easy Lighting néven, Korábban más volt valami, Easy Home volt korábban, és azt ö, utána nem fejlesztették tovább, hanem vitték át a, újra csinálták lényegében a 2020 a, hát az sdk miatt, meghagyták a régit, meg az újat. Ö, újat fejlesztettek az SDK v3-ra, és ö, ott egy csomó bug, ami engem zavart, és bizonyos eszközöket emiatt nem alkalmaztam a projektjeimben, ezeket én jeleztem ott Vangnak, ott egy Vang nevű srác van, ö, és most rám írt, hogy legyek szíves, és szedjen pontba az összes még jelenlévő bugot, mert ők akkor most akkor neki állnak megcsinálni. Tehát ez feltűnő előny lesz, és pont ezt, ezt írtam, nem is tudom, hogy melyik posztba kinek, hogy az LG felvásárlással pont az lenne a lényeg, hogy a gyártóknak az a látókörükbe kerüljön a homi, és olyan fontos legyen, hogy ne hobbi fejlesztésekből, meg ne, ne jó fejségi alapon működjön ez a dolog, és ne szívességet tegyenek ezek a fejlesztők, ami egyébként több szép dolog, és a Home tök jól működik, és aláírom, de mégis szívességi alapon nem várhatjuk el, hogy valami szuper jó legyen. Igen. Tehát, tehát ez egy sokkal jobb modell lehet a jövőre nézve, hogy, hogy bent van a gyártó mögötte, bent van a nagy erő mögötte, ami a Home nem mondható el, de be tud kerülni egy olyan fajta finanszírozás is, ami miatt a közösség szívesen teszi, és ha nincs valaki, akkor lesz helyette más, aki akarja csinálni, és helyére fog állni. Nem csak a számosság miatt, hanem azért is, mert ez financiálisan is ö, ki van egyenlítve ez a fajta tevékenység. Na ja, igen, ez nekem is bejött. Abszolút, és tegyük hozzá, hogy nekünk a home itt Európában mond valamit, de azért az amerikai piacra ugye másfél éve kerültek ki. Igazából ugye az új Home Pro az, amivel elkezdték ott kint is ugye a, a, a különböző nagy üzletláncokba megjeleníteni magukat és azért ott nagyon sokat fog jelenteni, hogyha nem az lesz odaírva, hogy homi, hanem az lesz odaírva mondjuk, hogy e, homi by LG, vagy hasonló, mert tehát már mond valamit, de az ázsiai piacon ugyanez van. Uh -huh. Tehát onnantól kezdve, hogy ez egy, egy számunkra fontos, de egyébként kis piaci játékosból tud hirtelen hát smart magasságokba törni, tehát hogy, hogy azért ez egy, Ö, nagy lépés. A másik meg a, tegyük hozzá, hogy ugye a, az LG Synchius lövést ö, ezzel azért eléggé elegáns módon lehetne ö, Kezelni. kárpótolni, és a, mind, minden, az egészet olyan szinten gatyába rázni, hogy az LG akár a Samsung fölé is tudjon helyezkedni ilyen szinten, hiszen a maga a termék az nagyon jó. És, és, lehet vele kezdeni valamit, tehát hogy ilyen szinten is. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy a gyártók azért nyilván emiatt kapkodni fognak utána, és hát mindenki más meg felkötheti a gatyát, mert a piacon azért rengeteg más okos otthon gyártó van, illetve okos otthon megoldás kínáló van, és ezzel egy nagyon erős brand került kvázi globális piacot elérhető státuszba. Igen. Igen. és volt még egy elejtett mondat, ugye a, nem, az Emil, aki beszélgetett, az, az nem csak a podcastot szerkeszti a, a várhatóan ugye a jövőben is, hanem a nemzetközi kapcsolatokért felelős srác volt, és ö, mesélte, hogy neki ugye hivatalból sokszor fel kellett keresnie különböző okos gyártókat, ö, mint hogy hello, itt vagyunk mi, homi, fejleszthetek hozzánk komputabilitást, mert... Ö, mert, mert tök könnyű ezt megoldani, kevés költségből sok felhasználóhoz el lehet a stb. 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 Hát ebből is látszik, hogy ők ezt, ezt kezelték ezt a, a kompatibilitás kérdés hosszú távon, volt rá alkalmazottjuk. és azt mondta, hogy nagyon sokszor azt a választ kapta a gyártóktól, hogy oké, okay, tök jó hangzik, de jövőre is léteztek? Mert ez egy startup. <laughs> és nagyon sok kom kommunikáció itt halt el, hogy egyszerűen bizalmatlanság volt, mert ez egy oké, okay, egy tíz éves cég, oké, okay, de hát most oké, okay, megnézzük meg, a, mekkora az értékük. Ó, oh, nem is, nincsenek is tőzsdén, nem tudjuk az értéküket. Azt kell elhinnünk, amit mondanak. Mégis hogy van ez az egész? Hú, most foglalkozunk vele, vagy ne, hát majd meglátjuk. De abban a pillanatban, hogyha azt látják, hogy beállt mögé az LG, hogy az LG lát benne lehetőséget, az egy másik beszélgetés. <laughs> szóval, ez szóval ez, ennek Igen. rengeteg felhasználó szerintem előnyét fogja élvezni, akár csak a közepesen fenntartott, tartott integrációkat esetleg átveszik majd gyártóiak, és akkor ott majd lehet fejlődést felmutatni. Na ja. Ez így van, ez kicsiben is ugyanígy megy. Rengeteg nagyon jó magyar gyártót tudok, akivel nagyon szívesen dolgoznék együtt. Akár a Jabunos rácokkal, vagy az ot vel uh -huh. Kiváló megoldásaik vannak, nem állnak biztos lábon. Uh -huh. Én amikor döntök egy projektről, akkor az három év múlva fog beszerelése kerülni, és csak a jóik tudja, hogy ők három év múlva még a piacon lesznek -e. Igen. A kamionon elérte azt a méretet, azt a kort, tőzsdén vannak, stabilak belemerten vágni. Előtte ugyanez volt a, a, a zipátóval is, hogy, hogy, kellett találni egy olyan gyártót, aki elég stabil ahhoz, hogy én lássam azt, hogy ő egy pár évig engem biztosan ki tud szolgálni, és a, ugye minimum hat évről beszélünk egy, egy fejlesztésnél, mert eldöntjük, hogy milyen rendszer kerüljön be, az körülbelül három év, mire felépül az épület, és bekerül, és még három évig garanciát kell vállalnom az egészet. Tehát azért uh -huh. minimum hat év. Hat éves és hát utána éves. se jó, hogyha ő eltűnik a piacról, és három év után ott áll a, a lakó, egy használhatatlan rendszerrel, mert azért az nem jó. Uh -huh. Tehát igen. hosszú távra kell tervezni, ez, ez kicsibe ugyanúgy igaz, mint nagyban. Hát igen, senki ez sem, ez sem ez szeret fejleszteni rövid távra, mert a szoftverfejlesztés azért az akárhogy is nézzük, még hogyha így meg is van könnyítve ilyen SDK-kkal, akkor is költséges dolog mert kell egy szakértő a berkeken belül, aki meg tudja azt jól csinálni. Hát láttunk már homi integrációt is, ami csapnivaló volt. Nem használtak ki a lehetőségeket, amit a rendszer ad. Azért, mert a Nodon, tök jó példa. Ők is egy, egy zigbee zigbis gyártó, jó, van nekik Enocean, meg egyéb megoldásuk is, de ott egy zigbis gyártó, akiknek nincs központja, tehát ő neki kifejezetten fontos lenne, hogy más rendszerekkel integrálódjanak. Megcsinálták a hivatalos homi appot, de abszolút nem tartották be azokat az irányvonalakat, nem lehet jól vezérelni egy dupla LED modult, mert nem, lehet külön flowkártyával egyiket meg a másik oldalt kapcsolni. Tehát egy csomó olyan, ilyen egyszerűség, csak oda kéne figyelni, de nem tudnak, mert, mert, mert nem elég. Na, majd meglátjuk most az LG-re, majd a, a LG felvásárlása a Nodon hozzányúl le az apphoz, és fejleszti -e tovább. Reméljük. Reméljük a legjobbakat. No, elég sok mindenről beszéltünk ebben az adásban is. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Iratkozzatok fel mindenféle platformon, kövessetek minket mindenhol, ahol lehet, és egy hét múlva találkozunk ugyanitt. Köszönöm Petinek, köszönöm Gábornak a jelenlétet. Köszönjük a meghívást. Sziasztok. Sziasztok, köszi. Szevasztok.